Jó napot kívánok mindenkinek! Köszönöm, hogy eljöttek az előadásra, és remélem érdekességeket, újdonságokat fogok tudni mondani önöknek, és igyekszem úgy előadni, hogy az megalapozott legyen, és a szakmának megfelelő. Még mielőtt belecsapnánk a dolgokba, jelzem, hogy az előadásnak van egy írott anyaga, ebben a folyóiratban megtalálható, akinek még jutott, az kapott kinyomtatott példányt, mert csak egy cikk ebből a folyóiratból, illetve a honlapomon, az alapítólevél.ivk.hu oldalon megtekinthető, letölthető ez a cikk, amit egy pár példányt tudtam hozni önöknek, és ki tudják nyomtatni, vagy el tudják olvasni. Irodalomjegyzék, lábjegyzetek vannak benne, tehát ez egy lektorát labban jelent meg, aminek én személy szerint nagyon örültem, mert teljesen természetesen alternatív véleményem van, amit most önökkel meg fogok osztani. Tehát a Tihanyi alapító levélről van szó, ami 1055-ben keletkezett, és ezzel András király biztosította, hogy a letelepített benci szerzetesek számára a megélhetést Tihanyba. Itt olvashatjuk a szentek dicsőítésére és tiszteletére alapítatott ez a kolostor, de ennek nagyon erős gazdasági alapjai kellenek, hogy legyenek. Ezért ezt a nyelvemléket, amit nyelvemléknek szoktunk mondani, igazából birtoklevélnek is tekintettünk, és ebből a szempontból nézzük a dolgot, akkor nagyon nagy jelentősége van, hogy 15 birtokot kaptak különböző területeken, két vámnak és egy révdíjnak a harmad részét is, és egy tavat is. Tehát akkor lépünk tovább, de jelzem előre, hogy itt számomra a hadi út kérdése merült fel először, ezért én ebben az esetben a hadi útra fogok koncentrálni, ezt az utat szeretném megtalálni, ennek olvastam utána, és az eredményeit most önöknek is elmondom. Hát a vizsgálat módszere a szokásos, hogy újra kell olvasni az eredeti dokumentumot. Ez a kutatásom során úgy tűnt, hogy nem minden kutatónak volt alapvető módszere, de én könyvtárosként szeretek ragaszkodni ezekhez a régi dolgokhoz. Illetve hát meg kellett keresni a szakirodalmakat, és ezeket mind egyesével értelmezni, hogy hogyan függenek össze. Tehát az alapító level, tudjuk, hogy ezzel nyelvészek foglalkoznak, pedig gazdaságtörténeti, történeti földrajzi, és még hadtörténeti szempontok is ugyanilyen fontosak lehetnek. Az már teljesen biztos, hogy a hadiút a 12-es birtokon említik, tehát akkor nézzük meg, hogy hol is helyezkedett az el. A hadiút helye a birtok település nevei alapján kezdtem keresni, ahol is együtt kell lenni, közel kell lennie azoknak a településeknek, ami a birtok határait jelenti, ez Maros, Aszófő, Kesztölc, Fehérvár és Szentpéter. Természetesen egyből mindenki arra gondol, hogy nézzük meg ezt Székesfehérvár környékén. Én nem találtam ezt a település együttest arrafelé, ezért másfelé kezdtem el kutatni. És első körben Kesztölc volt említve, mint kiindulási pont, mert Kesztölc és Fehérvár közötti útról van szó. Ezért én a Kesztölcnél folytattam a kutatást, és azt láttam, hogy a Pilis-hegységbe és környékén fent áll ez a település együttes, tehát akkor a hadiútnak is ott kell valahol lennie. Györfi György könyvét használtam alapvetően erre, és a fent látható térképre, amit Györfi Györgytől szereztem be, rárajzoltam azokat a településeket, amiket megtaláltam, és úgy tűnik, hogy minden olyan település, amit a 12-es birtokon említ az alapítólevél, az itt együtt megvan.
Elsőként szeretném a felhasznált forrásokat idézni, mert természetesen én sem magamtól találom ki a dolgokat, hanem elkezdtem ezeket tanulmányozni. Hát látható itt a nyelvészeknek a döntő többsége, és hát ezeknek kell köszönni, hogy egyáltalán van honnan elindulni. A lap alján már más szerzők is megjelennek, Bödőcs András, Csánki Dezső, Erdélyi László, akik a másik irányból tették hozzá a tudást, és szolgáltak nekem információval, hogy össze tudjam rakni ezt a témát. Tehát ez ugye az eredeti alapító levélből kinagyítva, és itt többféle szövegvariációt vetítek, de a leginkább érthető az, hogy a birtok határa Kesztölc és Fehérvár közti út egy szakasza, amely Szentpéterre vezető út. Tehát először ezt gondoltam megtalálni, és hát látható, hogy Kesztölc, Szentpéter teljesen biztosan megvan, és hát korábbi információk alapján Budakalász környéke az a Fehérvár lehetőségét sejteti. Ha megnézzük ezeket a településeket, mindegyiknek van valami értéke. Ez a Kesztölc egy nagyon izgalmas terület, mert a Pilis nyugati oldalán található, és nem csak a Tihanyi alapító levélbe szerepel a település, hanem a Garamszentbenedeki Bencés apátság alapító levelében is előfordul. Tehát 20 év múlva, 1055-höz képest 20 év múlva átkerül egy másik bencés kolostorhoz, és a továbbiakban már nem szerepel a Tihanyi apátság birtokaként. Tehát egyszer megjelenik, és utána eltűnik. Ez tulajdonképpen azért jó, mert a kutatásom leginkább arra az időpontra fókuszál, amelyikben az alapító levél keletkezett, mert tudjuk, hogy a hiteles oklevelek azok rendkívül ritkák. Ez a Tihanyi alapító levél, ez egy hiteles oklevél. De a Tihanyiak birtokairól a későbbiekben már nem fog szólni hiteles oklevél, tehát én nem fogom belekeverni a kutatásba a későbbi helyszíneket, mert azokba tévedés lehet. Ha 1055-ben azt leírták, hogy ott volt, akkor azt ott kell megkeresni, és megyünk is tovább. A Kesztölcöt szláv eredetűnek mondják a település nevét, de ahogy látható, én inkább a Castellumot venném alapul, mert hát nem minden magyar szó szláv jövevény szó, tehát ebből szerintem ez kilóg. És nagyon jelentős, mert a pilisi ősi rendház, a Klastrom puszta ott van az út mellett. Tehát egy olyan útról van szó, ami hadiút, és mellette kolostorok és mindenfélék vannak, később majd fogjuk látni, hogy ez milyen szépen fut tovább. Nézzük meg a Fehérvárat, ez a hely, ez egy város is lehet, amit Lánszky Imre 2000-ben talált meg Budakalásznál. Ez a sötétlő kerek előhegy, amit láthatunk itt, ezt most meg is mutatom, a Kevélyek délkeleti lábánál, és mellette van egy fehér mészkőbánya, amit láthatunk a képen. Ez akkor lesz igazán érdekes, amikor a következő képen azt is láthatjuk, hogy várfalak és épületek falai ezen a felvételen be vannak jelölve. Tehát Lánszky Imre egy olyan légifotót tudott csinálni, és ezt a képet megkaptam tőle, amin épületek is vannak, ennek nincsenek utána járva ezeknek az épületeknek, de ott vannak, és mindenképpen izgalmassá teszik ezt a helyet, ahol a Fehérvár van, ott város alap és település nyomok is vannak. De nem mondom azt, hogy biztosan ez, mert sokféle kutatás van, és a Dél-Pilis területén
Ürömnél, Pilisvörös Borosjenőnél lehetnek még város nyomok, de ez a későbbiekben fog majd csak előkerülni, hogyha elkezdik kutatni. Most a képes krónika miniatúráját vetítem, azért, mert ezen a képen olyan várak és helyszínek láthatók, amik megegyeznek, vagy nagyon is azt sejtetik, hogy az a táj, amit mi nézünk a felvételeken, ez arról szól. Tehát vannak várak mindenfelé, és van egy központi vár, amit Fehérvárnak gondolhatunk, és itt van, ha nem is annyira látható, de egy vizes part, amit Dunának gondolunk, és aki a krónikákat olvasta, annak már vannak sejtései, mert az ír Fehérvárról, és ír a Dunáról, és ez a helyszínben itt egy nagyon érdekes épületet és lépcsőzetes hegyet látunk. Ez a későbbiekben más metszeteken is elő fog kerülni. Tehát lehet, hogy a Fehérvár mellett a Fehér Egyházát is megtaláljuk. Ez itt a Rókahegy, ami most is pontosan ugyanígy néz ki. Ahogy nézzük a későbbi metszeteket, látható rajta ez a lépcsős rendszer, itt egy várfal, ami lemegy a Dunáig, és az van ráírva, hogy Budavetus át offennunk in ruderibus, tehát jelenleg romokban van, abban az időben. A másik képen is látszik, a Buda fölött egy áltófent, tehát Szentendre és a Buda között van egy elhagyott Buda, és annak van egy ilyen összetevője. Tehát ezek a képek kezdik összeállítani számunkra azt a tájat, amiről itt szó lehet. Ezeket a metszeteket nem nagyon szokták elővenni, mert hát ugye ezek nem hitelesek, de hát a hitelesség kérdése ugye az egy nehéz dolog. Itt az együttállásokat, az ábrázolt helyeket, a funkciókat kell összehozni, és akkor abból kiderülhet valami. Na most tovább folytatva egy picit a térképeket, mindenütt Szentendre és Buda között van egy Altófen nevű település, ami ugye régi Budának is nevezhető, de semmiképpen nem egyezik meg azzal az Óbudával, amiről mostanában beszélni szokta. A következő hely a Petres szénája, ahova az a másik út megy, ma a Tahitót falu része Szent Péter puszta néven. És ez összefüggés, hogy Tahitót falunál kell Szent Pétert keresni, ez Mező András nyelvész könyvéből sikerült összeállítani, és a karikázott helyen látható. A Szentendrei sziget, hát az megint egy varázslatos hely, úgyhogy ez a birtok úgy néz ki, hogy nagyon sok izgalmas területet, most is izgalmas területet foglal magába. Tehát itt egy térkép, vagy egy Google Maps hivatkozás, és nézzük meg, hogyha már megtaláltuk a helységeket, és nézzük meg az utakat. Tehát Kesztölt, Szentpéter és Kalász, vagy Fehérvár, és azt látjuk, hogy van itt egy út Szánton keresztül, de ez az út nem csak Kesztölcig megy, hanem Esztergomig megy. Tehát jól látható, hogy ez itt egy egybefüggő útvonal, aminek a déli része kétfelé is ágazik, úgyhogy egy kicsikét elbizonytalanítja az ember, hogy most pontosan hova tűznél le a Fehérvárt, de kérem, nekem nem feladatom, nem vállalt feladatom, hogy a Fehérvárat megkeresem, hanem azt tudom, hogy a Tihanyi Alapító levélben Szántód, Piriszántó és Kesztölc közötti útszakaszt vizsgálom meg, és arról a lecsatlakozó utat, ami Szentpéterre megy.
hogy kicsit jobban érezhető legyen ez a bizonyos helyszín, a turista térképen is bejelöltem, és rendkívül pontosan követhető az útelágazás Tahi felé, és egészen itt le jobb alsó részen a Monalovác domb felé. Azt tudom mondani, hogy jártam azon az útszakaszon, és hát össze nem mérhető a minősége semmilyen más szóba jöhető úttal, amit a későbbiekben felhoztak, mert ez egy csodálatosan jó járható, teherautókkal is járnak rajta, és kifejezetten Esztergom és Óbuda között húzódik, de most még mutatok egy részlet, ez egy tájékozódási futó térkép, ami rendkívül pontosan ábrázolja a helyzetet, és azt látjuk, hogy itt a kijelölt útvonal, az egy különleges út. Tehát a helyszíntén bejártam, és az látszott, hogy a többi út, ami arra megy, a sima erdei út. Ki van jelölve, nincs kijelölve, mindegy. De ez az út, ez egy kezelt út, már ahol magas dombra megy föl, ott le van faragva belőle, ahol völgybe megy, ott kicsikét föl van töltve, ki van vízszintezve, vízvezető árok megy mellette. Tehát látszik, hogy ez egy teljesen más minőség, és teljesen jó irányba vezet. És kérem, itt vannak a helyszíni felvételek. Az út bizonyos részei talán még felsejlik az eredeti kiépítés. Itt a támasztókövek itt vannak, ott a túlsó árok, amelyik megvédi a víztől a kövezetet, hogy nem mosodjon ki, nem mozduljon el. Tehát ezek olyan jelek, aminek együttese adhatja ki azt a helyszínt, amit keresünk. További felvételeket is láthatunk, hát gyönyörű szép kősorok mennek, és a térképen szépen ballagunk észak felé föl, Monalovász Csobánka felé, majd Csobánka Pilisszántól, tehát itt teljesen pontosan be lehet határolni az utat, és Kesztölcre, és mindenütt ez jellemzi, magas minőségű, kiépített út, műszaki tartalomba. De nem csak én vagyok az, aki talált utakat a Pilisbe, Szabó Máté, légi régész a Sírások blogjában foglalkozik, és ő is hoz utakat, ő is fényképez, a Pilis belsejében levő útrendszert térképezi fel, de nincs arról szó, hogy meg tudja mondani, hogy melyik korba keletkezett. És ez hasonlít a mi útunkhoz is, mert az sincs minőségileg föltárva, nincsen korszakolva, mert senki se gondolt arra, hogy ez ebből a szempontból érdekes lehet. Tehát lokalizáltuk az utat, és megnézzük, hogy a 12-es birtok további földrajzi helyei megállják-e a helyüket. Tehát a határleírás úgy folytatódik, hogy van egy Mortis nevű hely, van egy Maros vásárának kútja, és van egy aszófő. Most ezeket kell megkeresni, és hogyha sikerrel járunk, egyre biztosabbak lehetünk abba, hogy jó helyen keressük. Kiemelném ezt az eredeti iratból ezt a szót, mert ezt Mortisnak szokták olvasni, de ez Moros. Azt tudom mondani, hogy a 10 kutatóból 7 állítja, hogy oda Mortis van írva, 3 meg azt, hogy Moros, tehát megoszlik az olvasási kép. Hát én Morosnak olvastam, de Mortisnak is lehet, mert Maros a Szent Márton templommal rendelkezik, tehát nagyot nem tévedünk. A Locus Mortis, mint birtoknév a felső Martos-hegy, amelyik szintén a Szentendrei szigeten van, csak egy picikét följebb, ahogy a térképen látjuk, és ahogy a levegőből meg lehet pillantani. Ez a névadója. A Maros vásárának kutya, hát ez a döbbenet volt számomra, mert annyira csodálatos, hogy a nagymarosi kikötőben van most is a piac, ott a Duna,
itt a piac, és itt van egy lefedett kút, ami láthatólag nem most keletkezett, tökéletesen jó helyen van. Tehát Nagymaros azért fontos, mert Visegrádnak a párja, tehát egyszerűen egy révnél kaptak egy rendkívül jelentős helyet, hát ez megint azt erősíti, hogy itt olyan jelentőséget kapott a bencés rend, olyan birtokokat kapott, amik a királyi birtok szívébe vannak. Ez ugye mindenki számára nagyon furcsa, aki hallott erről az elgondolásomról, de én nem tehetek mást, megyünk tovább a Tihanyi alapító levél birtok szerkezetén, ahogy mutatja magát. És az aszófő. És kérem, itt van egy pici aszófő, amit most vetítek, és nem másból, hanem egy oklevélből származik ez az információ, tehát aszófő sok helyen lehet Magyarországon, szoktok is a Tihany melletti aszófőre gondolni a kutatásnál, de kérem, ahhoz tartom magamat, hogy azoknak valahol egy birtokon kell elhelyezkedniük. Ez tökéletesen beleillik, és ahol a piros színnel van jelölve, azok vannak az alapító levélhez kapcsolva, a kékkel jelöltek, azok meg a kiegészítő területek. És gondolom, hogy ezek együttesen előfordulnak, ezért valószínűsíthetjük, hogy a 12-es birtok ez a helyszín. Hozzá kell tennem, az, hogy itt nem arra kell gondolni, hogy minden, ami ott van, az a bencéseké lett, mert azért finoman hangolták ezt a dolgot, kijelölték, hogy a szőlők, tehát bármilyen területet is kapnak, a szőlők nem tartoznak az egyházhoz, az marad a királyi. Akkor más esetben tavakat is kapnak, de hogy a három tóból csak kettő megy a bencésekhez, mert egy a királyi marad. Tehát úgy lehet elképzelni ezt a birtokot, mint egy nagy sajt, tele van lyukkal, de azért kaptak valamit. És még itt megint egy kicsit tovább a birtokról. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy erről a birtokról a fát beszállították, vagy a terményeket leszállították Tihanyba, mert ez teljesen életszerűtlen dolog. Tehát itt arra kell gondolni, hogy az ottani terményeket, amik megtermelődtek és javak keletkeztek, hát egy kis bőrzsákocskába, amit aranyat vagy ezüstöt azért eljuttatták a bencésekhez, arról nem kellett szekeleket használni. Tehát itt térek rá, hogy ezek az utak milyen rendkívüli jelentőségűek, mert a térség fontos útvonalai. Dunai átkelő, Esztergomnál, Visegrádnál. Királyi várakat kötnek össze. Ugye tudjuk, hogy az első Esztergom, az első királyi vár, és utána elköltöznek a királyok egy másik helyre, mert hogy az érseké marad Esztergom, és akkor hát már kettő királyi vár is van, mert Budáról tudjuk. Kolostorokat kötnek össze, azt hiszem eléggé közismert, hogy a Pilisben rengeteg szerzetes rend, sok kolostora van, tehát, és ugye kolostor nincs út nélkül, mert akkor hogyan nem életszerű. De utak meg valahol vezetnie kell, úgyhogy kolostorok, várak kellenek. Ezek itt mind tökéletesen megvannak. Van egy nagyon jó szempont, ez a jó járhatóság szempontja, erre majd ki fogok térni, de hát az is emel jelentőségét, hát, hogy maga egy hiteles oklevél ezzel foglalkozik. Tehát ez önmagában már olyan jelentőségi, hogy meg van említve. Azt azért nem tudom visszaigazolni, hogy a hadtörténészek érdeklődtek volna az első hadiút megemlítése irán, mert nem tették, pedig én ajánlkoztam nekik. Tehát idézem most Pető Zsuzsa régészt, aki a Magyar Nemzeti Múzeumban dolgozik, hogy megcsinálta a Pilis digitális térképét, azaz ezen az okos térképen lehetett számolni is, hogy merre vezet az a jól bejárható útvonal, és kérem, itt ez a zöld útvonal, ami nem annyira látszik, azért inkább
megvilágítom. Tehát ez az az útvonal, amelyik a legkönnyebben bejárható. Ehhez képest van kettő sárgán jelzett út, ami ez a kettő út, ez másút is elő fog fordulni, sokkal régebbi könyvekbe. És emellett az út mellett, ami az alsó, az a Via Publica, az a római út, ami nincsen megkutatva, és az a felső, az pedig a hadiútnak nevezhető, amelyik ide a Délpilisbe vezet, és ahogy láttuk, Esztergomig elmegy. És itt vannak azok a települések felsorolva, amelyik mellett elmegy. Többek között Boron mellett elmegy, ami Csobánkának a régébbi helyszíne, és annak egy külön története ismert a régészetben. És hogy ez az út Esztergomtól Óbudáig tart, kapcsolhatunk át gondolatban egy másik névre, a Via Magna Strigoniensisre. Ennek az útnak, ezt a megnevezést én nem sok helyen találtam meg, sőt, nagyon kevés helyen találtam meg, úgyhogy ez irányba nem tudtam elmozdulni, de mégis lesznek olyan kapcsolódó kutatások, amit most szeretnék önöknek megmutatni, hogy igenis ennek az útnak régen fenn kellett állnia, különböző korokban különböző képpen nevezték, de az út mindig ott maradt, és mindig jól járható út volt, és most is jelentős a gazdasági életben és a turisztikában is, mert csoda jó lehet rajta kirándulni. És idézem még Benkő Eleket is, aki a MTA Régészeti Intézetnek volt korábban a főigazgatója, ahol egy tanulmányban ír egy másik útról, amit megtalált a Hosszúhegy oldalába, bevágódva Szeliát, Piliszántus, Csabánka határát, a Nagykevő oldalán haladva, majd Ürön határa átvágva Óbudára érkezik. Hát ő is csak ennyit tudott mondani, korszakot nem tudott mondani, azt mondta, hogy van, és hogy jelentős. Tehát ez az út mindenképpen ott van, és mások is foglalkoztak vele, de nem tudták elnevezni. Nem tudták az összefüggésben úgy elhelyezni, hogy az értelmet kapjon. Bödő Csondás régész is foglalkozott, és nála is megjelenik ez a két út, úgy, ahogy egy 1936-os könyvbe szintén megjelenik ez a két út, de itt Brigéció felé viszi a továbbiakban, és Esztergom felé nem folytatják, nem követik az utat, pedig az út elágazik, a Strázsahegynél kanyarodik végül is Esztergom felé. Tehát tudunk az útról, nem tudunk sok mindent, nem nincsenek pontosítva, de legalább a nyomát találtam, azért is idéztem. Na most következik az útfotó, és Soproni Sándor régész véleménye, és ő is a Kiskevét csúcs alatt az út szerkezetét tanulmányozta is. Ezt 1950-ben ő meg is írta, és egy rendkívül nehezen hozzáférhető írás, mert a Szentendrei Múzeum kézirat tárába van, de nekem kutatási engedéllyel kiadták. Azért idézhetem, hogy ez az út felszínét képező kövezés az út szélén 15 centi, az út közepe felé 25 centire vastagszik. Tehát még a vízvetése is romjaiba megmaradt ennek az útnak, és a Kiskevé csúcsa alattról hoztam ezt a fotót. Tehát egy 50-es régészeti feltárás nyomába haladva, mégiscsak az ember biztosabban kezd járni az úton. Illetve a Csobánkai Értékőrző Egyesület egy táblát állított az útnak, és a nem oratta sírkövének. Megkerestem őket is, de ők tovább aztán nem mentek. Hát egy képet adok az útépítésről, hogy hogyan készült a rómaiaknál, amit a perzsáktól tanultak, mert a királyút elnevezés az Perzsiából ered.
És Kurens hadútépítés című könyvből is van egy ábrat, gyakorlatilag mindazt mutatja, Soproni Sándor szerint az utat átvágva ezeket az alapozásokat meglátta, tehát ez az út, amiről most szó van, eleget tesz a műszaki követelményeknek, a hadiút követelményeknek, tehát megint van egy olyan jelentősége, ami a többihez képest kiemeli. Ugye azt tudjuk, hogy Óbudára vezetnek az utak, de furcsa módon kettő Óbudát lehet észlelni. Ahogy most gondolják Aquincumtól délre, és hogy a metszettek térképet mutatják, és az írások Aquincumtól északra helyezkedik el, a Dunamenti szigetvilág fölött. Na most itt látható, hogy a római romok itt vannak, az új Buda itt, a Buda Vétus pedig följebb van. Ezek nagyon konzekvensen így jelennek meg, tehát hitelt kell neki adnunk. Másrészt pedig ez egy Marsili olasz hadi térképésznek a térképét preparálta ki egy-egy Zoltán, ami a mostan számára is érthetővé teszi ezt a képet. Tehát az Altofen vagy Óbuda az északabbra helyezkedett el, mint gondolnánk. Az Aquincum ókori táj, ókori város könyvet is elővettem, majd veszünk ki részleteket belőle, de itt ezzel a két karikával ábrázoltam azt, hogy az Altofen, a régi Buda az erre található a nyomok alapján, de most ide gondolják. Majd egyszer kiderül. És ebből a könyvből ezt a szigetvilágot is befényképeztem, hogy látható legyen és érthető legyen ennek a területnek a szerkezete, mert ez most is jelentős terület, az úgynevezett mocsáros dűlő, ami Dunavíz volt, az most is mocsáros, tehát most kezdik majd beépíteni. A szigeten levő épületek, azok az iparosítási korban lőporgyárat és veszélyes üzemeket tartalmaztak, azért, mert ha valami történik, a szigetről nem megy ki a felgyulladt növényzet vagy a felrobbant épület. Tehát ez ezért olyan jelentős volt korábban. Tehát a római katonaváros, az amfiteátrum délebbre van, a polgárváros és amfiteátrum északabbra, és Csillaghegy egészen fent látható ezen az ábrán. Ebből az következik, hogy úgy tűnik, hogy Csillaghegy a kora középkori Óbuda város, Altofen és benne Fehérvár, a királyi központ déli pontjánál van. Tehát ettől északabbra felé terül el, és valahogy a Pilisbe is, magasabb részeibe is benne van, de mivel nem kutatott terület, ezért nem lehet mondani róla semmit. És hát odafut a Via Magna Strigoniensis, a hadiút, és itt kell keresnünk a római utaknak azt a csomópontját, amiről ugye mondják, hogy mindenfelől Aquincumba érkeztek az utak, de ez a hely sose volt megnevezve. Én legalábbis nem találtam meg. Tehát lehet, hogy ennek a kutatásnak, az útkutatásnak a keretében még ide is el fogunk jutni. Ezt most nem tudom önöknek bemutatni, csak felvetődik, hogy ez az dolog szervesen illeszkedik a történelembe, a földrajzba, és hát ezért olyan jelentőségű. Most ebből az Aquincum könyvből két keresztmetszetet is hoztam tájékoztatásul, azért, mert hogy mostanában, hogy mit látunk a Duna keresztmetszetén, azt látjuk, hogy itt ez a pöttyözött réteg, ez mind rárakódott. Tehát, hogyha valahol a Duna mentén keresnénk ilyen eredeti területeket, na eléggé vert helyzetben vagyunk, mert több helyen is, több méter magasan mindenféle
földet, háborús romokat kiterítettek, illetve a Duna meder mélyítésénél is keletkezett dolgokat mind szépen kipakolták oldalra. Tullius metszete, amihez visszatérünk most a Rókahegyel kapcsolatban, mert ez a bizonyos hegyecske, ami ilyen lépcsőzetes, az továbbra is tartja magát, illetve most megvizsgáljuk földrajzi szempontból. Az egyik barátom ezt ilyen szépen, szép grafikát csinált hozzá. Tehát az a lényege, hogy Duna, várfal, lépcsőzetes hegyecske. És ahogy a Rókahegynél megnézzük a területet, kiderül a következő. A zölden jelöltem a várfalat, kékkel a patakmedret, és narancssárgával a Duna kavics ágyának a szélét. Tehát ha földrajzilag összerakjuk ezt a területet, akkor az látszik, hogy ez a helyszín hitelesíti a korábbi metszetet, mert ez a pont megtalálható ennél a pontnál, és ahogy a várfal, vagy az szerű dolog, lefut az épületek közé, ott következetesen nincsen épület. A patakmeder az előző képen is látható. Itt folyik egy patak. Most az óbudai vízműnek a területe, tehát most is rendkívül fontos. És ezzel a helyszínnel kapcsolatban említem meg, hogy ez a környezet, ez az Árpád sírjának is megfelelő környezetet mutat, de ezt én csak azért jegyzem meg, mert van erre egy kutatás, és van, aki ezt képviseli, de én nem tudok egyből erre bólintani, mert ilyenféle helyek több helyen is előfordulnak a Duna jobb partján, ezen a szakaszon. De minden esetre, ahogy a Duna kavics ágya és a várfal találkozása elég jól most is belátható, ez tovább erősíti a véleményemet ezzel a területtel kapcsolatban. Hát a kapcsolódó kutatásokat el tudják olvasni, Lánszk Imre, Egyed Zoltán, Bőm Éva, Sefer Miklós és Sinedis történész könyvtáros kollégánk írt először a királyi utakról a Pilisben. Na most ugye ez nagyon alternatív vélemény volt, hogy itt királyi utak vannak, de tudom mondani, hogy azóta már mások is átvették ezt a hivatalos történelmi tudomány is királyi utakat a Pilisbe bele tud gondolni, tehát sikeres volt a kolléganőnek a királyi utak megnevezése Perzsiából, ugye eredeztetve. Hát, hol miért erősítik még ezt, hogy a Fehérvárra vezető hadiút a Pilisben van, íme a DL 16.749-es oklevél említi a nagy utat Fehérvár felé. A boldogságos szűzmonostor apácai részére birtokot iktattak be, aminek határai a nagy út, ami a Fehérvárra megy. Csévcsolnoki út. És itt mutatom a vetítésbe, ezek teljesen pontosan behatárolható helyek most is. Tehát itt egy 1000 év különbségről beszélünk a mai időhöz képest, és mégis a Föld az gyönyörűen hozza a tulajdonságait, mert ezek nem nagyon változnak. Mert korábban nem voltak olyan markológépek, hogy hegyeket odébb vigyenek, tehát ebbe lehet bízni. Tehát van egy másik oklevél is, ami a Fehérvárt a Pilisbe helyezi, tehát is a nagy utat meg oda, hát ez megint engem erősít. Van egy forrás, nem teljesen megerősített, András Hungáros leírása, amely úgy szól a részlet, hogy Cikambra és Székesfehérvár között fekszik az a tágas mező.
Most azért írtam oda szorgosan a forrást is, hogy ne gondolják azt, hogy most én valamit magamtól kitalálok, én idézek. És itt van a következő idézet még nagyon erősebb, mert ez 1577-es keltezésű, és Rüber főkapitány emlékiratába írja le, hogy a Duna mentén Esztergomot, Fehérvárt, majd Budát kellene megtámadni. Hát ez a Duna melletti Esztergom, Fehérvár és Buda, ez gyakorlatilag teljesen egyértelművé teszi a Fehérvár elhelyezkedését. Tehát még mindig van valami nyom. Tehát nincs nyom nélkül a dolog, csak ugye elég nehéz ezeket kigondolni, hogy merre lehetnek, és utána megtalálni hozzá a forrásokat, de azért tartom az előadást, hogy önöknek ezt most átadjam. És megjelennek a különböző témakörök még, amik a Fehérvárral kapcsolatosak, ugye a mostani Székesfehérvárral is jelentősen szokták tárgyalni a zarándokszállást, ispotályokat és az utakat. Na most, hát azt tudom, hogy Esztergomba voltak a stefaniták, meg a johanniták. Ez teljesen biztos, mert ott megvannak az épületek. Hogy Székesfehérváron mik azok az ispotályok, nem tudom, de kérdéses az utak vezetése is. Viszont ezen a helyszínen, ahol az első link vezet, tehát itt van egy olyan cikk, amelyik arról szól, hogy az Árpád-kori út is előkerült az esztergomi ferencesek telkén. És ez egy annyira csodálatos dolog, mert ahogy mondtam, hogy a mi hadiútunk csak egy szakasz, de az esztergomi indulás, kérem, itt látható. És itt ezen a telken, ahogy a cikk írja, találtak még rengeteg épületet, és ez már csak emlék. Mert amikor ezt kibontották, megtalálták, és azt mondták, hogy eredeti, és le is közölték az archeológia című labban, egy kis hezitálás után kiadták az építési engedélyt, és ez ma már nincs, mert rajta áll az épület. Tehát ahogy az Esztergomi Múzeum igazgatónője megtalálta ezt, föltárta, és a jelentőségét is elmondta, hogy hát ez a nagy út, ami Óbudára megy. Azt nem mondta, hogy Via Magna Strigoniensis, meg hadiút, ilyeneket nem mondott, mert nagyon visszafogott. De már ez sincs. Tehát ez a döbbenetes, hogy amit nagy nehezen előkerült, tudunk értelmezni, a tájszerkezetben benne van az utak, a városok környékén, teljesen értelmezhető. És sajnos ezt már nem tudjuk meglátni. Én felajánlottam a kooperációt, hogy én kutatom ennek a területnek, ennek az útnak a déli részét, hát ők az északit csinálják, meg kössük össze. Ez a kooperáció sajnos nem jött létre, úgyhogy nincs tovább. Igen, ha az utaknál tartunk, szóba kerül mindig a Szentföldre vívő nagyút kérdése, és azt tudom mondani, hogy itt a Ransimen könyvéből és más könyvekből is, amiket itt lehet látni, az derül ki, hogy a keresztesek és zarándok útja egy kivételtől eltekintve a Duna mellett ment. Nem szelte át sohasem a mocsaras vidéket, és nem ment a Móriárokba, és a Tolnai tájon sincs semmiféle nyoma. Hát ez a könyv halmaz ezt erősíti. És végül egy összehasonlító táblázatot is csináltam, amiben fölírtam a bal oldalon a keresett településeket, és én hozzáírtam a magam által megtaláltakat, és a jelenlegi álláspont szerint elfogadott az, hogy ezek a területek tartoznak. Én egy picit hiányosnak találom,
de lehet, hogy nincs igaza. De az biztos, hogy a hadiútnak Fejérben, Tolnában nincs nyoma, nincs történeti forrása, és nincs régészeti bizonyítéka. A Kesztölc, amire mint településre hivatkozik sokan, Kesztölc néven domb, völgy és más földrajzi elnevezések vannak, ahol Kesztőc és Klokocsek vezér vadász területe volt. Tehát versenyben van egy vadászterület és egy nagy kiterjedési, jelentős település a hadiút kutatás tükrében. Azt tudom mondani, hogy annak a Kesztölc településnek semmiféle nyomát nem találtam, még a helyszínen jártam is. És semmi. Viszont, ahogy a katonai, Habsburg katonai térképen láthatjuk, az nem is település, hanem egy hegy. Tehát a hiteles forrásokat megtalálni, elemezni, az összefüggéseket megtalálni, ezt gondoltam én feladatomnak, és ebből állítottam össze önöknek az előadást. Egy rövid összefoglalót is vetítek, aki szereti a kis premissza, nagy premissza, konklúziót, de ennél érdekesebb lesz az a vélemény, ami mindenképpen számomra érdekes volt, hogy hogyan állnak ahhoz, hogy egy könyvtáros elkezd ilyennel foglalkozni, és netán még eredményre is akar jutni belőle. Tehát Makai János, őstörténész, így fogalmazott, hogy bárkinek és nem tudósnak egyaránt joga, de kötelessége, hogy fedezzen fel és értelmezzen, amennyit csak lehet, vagy amennyi megmaradt. Mert sose tudhatjuk azt, hogy melyik terület milyen jelentőséget kap a későbbiekben, mert az csak a környezetében levő összes régészeti emlék fogja igazából kidomborítani, vagy cáfolni. Illetve Fodor Istvánnak a szavait idéznem ezzel kapcsolatban, hogy az egyes tudományágak önmagukban már nem, csak a többivel összefogva hozhatnak helyes eredményeket. És erre egy kis hangot is. Az őstörténet rendkívül bonyolult tudomány, hiszen nem csak egy tudományszakot ölel föl. Ha valaki egy tudományszakból indul ki, akár nyelvészetből, akár néprajzból, akár régészetből, akár embertanból, biztos, hogy tévútra jut. Annak, aki ezzel foglalkozik, őstörténettel, számba kell venni a szomszédos tudományágak, csatlakozó tudományágak eredményeit is. Persze nem lesz jó szakember, ma már nincsenek Brassai Sámuellek. De tájékozódni kell, és erre vannak példák. Például én most fejezek be egy dolgozatot, előadást tartottam Pécsett az idén, Hajdú Péter őstörténeti munkásságáról, ő nyelvész volt. De olyan kiválóan beledolgozta magát a régészetbe, a néprajztudományba, és egy sor más kérdésbe, hogy tulajdonképpen önálló következtetésekre tudott jutni. Erről van szó. Őstörténész nem lesz valaki az egyetemen, az úgy biztos. Ennek szellemében az a gyűjtő könyvtárosként a tudományágak összeterelésével szeretnék én is hozzájárulni a kutatások sikeréhez. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!